29 Székelyudvarhelyi utcában áll le a gázszolgáltatás csütörtökön, azaz holnap. Az EON közleménye szerint befejeződtek a modernizálási munkálatok az Építők és Cipőszek utcai hálózaton. A beruházás értéke 245 ezer lej. Október 18-án csütörtökön kötik rá a kicserélt vezetékeket a gázhálózatra, ezért szükséges a gázszolgáltatás leállítása. Reggel 9 órától a következő utcákban zárják el a csapokat. Építők, Szabók, Lakatosok, Verőfény, Lakatos István, Napkelet, Győzelem, Keresztvápa, Mórum, Remete, Kisköved, Virágok, Tihadar, Gyepes, Tábor, Lorántfi Zsuzsanna, Zöld, Gábor Áron, Pacsirta, Kóskároly, Forrás, Házrezső, Céhek, Téglavetők, Asztalosok, Cipészek és Ifjúság. Szünetel a gázszolgáltatás a Függetlenség úton is mindkét oldalon, nagyjából a 40-es és 80-as számú lakótömbök között. A gáz 19 órától kezdődően fokozatosan adják vissza, ahogy haladnak a bekötési munkálatokkal. A gázszolgáltató kéri a fogyasztókat, hogy zárják el a gázcsapokat, és miután új szolgáltatás legalább 30 percig kísérjék figyelemmel a gázégők működését, bármilyen problémát észlelnek, hívják a képernyőn látható telefonszámok valamelyikét.